Köszöntöm a kedves nézőt! Most a videó előkészítésénél nagy dilemmában voltam. Tulajdonképpen én egy egészen más témában készültem. Szerettem volna folytatni azt, amit az előző videóban elkezdtem. Ez a tanácsköztársaság téma, kik készítették elő, milyen eszmei alapokon készítették elő, és hogy hová vezetett. Mert én nagyon fontosnak tartom ennek az ismeretét, hiszen egészen más tanultunk az iskolában. Azok a források, amelyeket most már ismerünk, nem voltak még megírva, illetve nem ismertük őket. Tehát én szerettem volna ezt a témát folytatni, mert nagyon szoros összefüggésben van azzal, amit a mai napon is megélünk, hiszen mindenki előtt nyilvánvaló, aki egy kicsit is gondolkodik, hogy itt bizony egy kötelező oltás bevezetéséről lenne szó, ha ebbe mi is beleegyeznénk. De remélem, nem fogunk beleegyezni. Tehát 1919 és a kötelező oltás bizony nagyon összefügg. És akkor most elmondom, hogy mi miatt változtattam meg a témát. A múlt héten fölhívott kétségbeesve egy kedves ismerős, egy egészségügyi dolgozó, aki Szeged környékén egy gyermekotthonban dolgozik, és azt kérdezte, hogy tudnék-e valami tanácsot adni, mert kényszeríteni akarják az oltás felvételére. Pedig nem kötelező az oltás. Tehát milyen módszerrel kényszerítik? Nagyon ravasz módszerrel. Azt olyan rendeletet adott ki a kormány, hogy szeptember 1-től nem léphet be az egészségügyi intézménybe az a dolgozó, aki nincs beoltva. Azt mondja erre a kormány, hogy hát ő nem teszi kötelezővé, de hogyha egy kis településen valakinek csak ez a munka lehetőség adatik, hogy ebben a gyermekotthonban, egészségügyi intézményben vállaljon állást, és ott dolgozik már közös megelégedésre évek óta, és ha szeptember 1-től ő ebben a jelen állapotában nem léphet be többé, nem azért, mert nem végezte el a munkáját, vagy hanyag volt, vagy más mulasztást követett el, hanem azért, mert nincs beoltva, akkor az bizony kényszerítés és törvénytelen. És én ezért változtattam meg ennek a videónak a témáját, és szeretnék ismét visszatérni ahhoz a témához, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben, amikor Nyugat-Európában és az egész világon nagy megmozdulások vannak a kötelező oltás bevezetése és az oltási bizonyítvány bevezetése ellen, és bizony érezhető nálunk is, hogy e felé haladunk, illetve e felé halad a politika. Nem az egészségügy, hanem a politika, mert ez egy politikai járvány. Szeretném megnyugtatni a kedves nézőt, hogy olyan információk birtokába jutottam barátok segítségével, akik idegen nyelvű oldalakat követnek nap mint nap, és feldolgozzák az ott elmondottakat. Szeretném megnyugtatni, hogy igen közel állunk már ahhoz, hogy rákényszerítsük a politikát, a nemzetközi politikát és azt a pénzvilágot, amelyik ezt a helyzetet előidézte. Tehát igen közel állunk ahhoz, hogy ennek véget vessünk. Csak nekünk is valamit tenni kellene. Magyarország alszik. Magyarország talán az egyetlen olyan állam, ahol nagyobb megmozdulás sokkal kevesebb volt, vagy alig volt
mint a többi államokban, az európai államokban. Tehát nekünk most az az egyik feladatunk, hogy terjesszük az igazságot, mert a média az a hazugság atyának a kiszolgálója. Tehát az az ördög kiszolgálója, mondjuk ki, fehéren, feketén. Tehát mi az a jó hír, amihez jutottam ezen a héten? Az, hogy koronavírus nincs. És erre most biztosan önök azt fogják mondani, hogy ez egy bolond elmélet, ez egy bolondság, hiszen azt láttuk másfél éve már, hogy itt bizony nagyon komoly veszély van, és ha ezt el is túlozták, azért valaminek lenni kell. Valami van, csak nem koronavírus. Illetve az a koronavírus, az nem létezik. Ugyanis Alberta államban, Kanadában pert nyertek a kötelező oltás ellen tiltakozók azért és azzal az érveléssel, hogy senki soha még nem izolálta a koronavírust. És most önök biztos azt mondják, hogy na de hát ez is egy hamis hír. Nem hamis hír. Ugyanis itt is félrevezetik a nem hozzáértőket, tehát az embereket, a polgárokat. Mert mi nem igen értünk az orvostudományhoz, ahhoz csak beavatottak, tehát szakemberek értenek, és ők tudják elkülöníteni az igaz és a hamis híreket. Tehát miért nyertek Albertában pert? És mivel nyertek pert? Azzal, hogy nem különítette még el senki, nem izolálta a koronavírust. Tudom, hogy van egy olyan jobboldali párt, illetve nemzeti párt, amelynek a vezetője több olyan újságcikket mutatott be, amelyben akár kínai orvosok, akár japán orvosok, vagy német orvosok bejelentik, hogy izolálták a koronavírust. De ezek a hírek hamisak voltak. Mert miből áll egy izoláció, egy vírus izoláció? Ezt a Koch posztulátumok írják elő, hogy kell elvégezni azt a milyen módszert kell használni ahhoz, hogy egy vírust ki lehessen mutatni. Tehát a Koch posztulátumok a következők. Tehát van egy beteg ember. Ennek a beteg embernek tünetei vannak. Ettől a beteg embertől bizonyos nyálka mintát kell venni. Ezt a nyálka mintát, amiben nagyon sok a másféle anyag is, tehát nem betegséget okozó, tehát szennyező anyag, ezt a nyálka mintát meg kell tisztítani különböző módszerekkel. Ezt a laborokban ezt ismerik. Tehát a nyálka mintát, a beteg ember nyálka mintáját meg kell tisztítani. Amikor megtisztították, akár centrifugázással, akár egyéb módszerekkel, ezek a módszerek egyébként fent vannak az interneten, akkor ebből a megtisztított mintából ki kell tudni mutatni mikroszkopikusan a megbetegítő anyagot, azaz a vírust, ami hát ugyancsak nehéz feladat, mert az, hogy a sok-sok kis test között, amit a mikroszkóp mutat, melyik lesz a vírus, mert ugye ott fehérje testek is vannak, egyéb testek is, tehát a vírust ki kellene tudni mutatni, ami állítólag patogén, tehát a betegséget okozza. De hogyha ezt ebben a megtisztított mintában kimutatták, kivonták,
ezt be kell vinni egy egészséges ember szervezetébe, akinek nincsenek tünetei, és ennek az egészséges embernek, ha valóban az a vírus okozta, az a kis összetevő okozta a betegséget, akkor ennek az egészséges embernek ugyanazokat a tüneteket kell mutatnia, mint a beteg embernek, akiből a minta származik. És amikor ugyanezeket a tüneteket mutatta az egészséges, a volt egészséges ember, akkor az ő nyálka mintájából is ugyanazt a vírust kell tudni kimutatni, így tudják bizonyítani, hogy egy vírus egy betegséget okoz. Na most ezt a Koch-féle módszert, ez sehol a világon bizonyítottan még végig nem csinálták. Tehát nem tudják kimutatni a vírust magát, és hogyha a vírus nem tudják kimutatni azt a betegség okozó kis összetevőt, alkotóelemet, akkor nem lehet ellene gyógyszert vagy vakcinát sem készíteni. Tehát ez magától értetődik, ez logikus, ez így észszerű. Tehát senki soha ki nem mutatta. Egyébként vannak ennek alapján olyan orvosok, orvoscsoportok, akik nem vallják azt, hogy a vírus okozza a betegségeket. A vírus az egy élettelen dolog. A baktériumok, amik az élő betegségokozó kis dolgok lehetnek a szervezetben, azok okozhatnak, de vírusról még soha senki ki nem mutatta, hogy betegséget okoz. Egyáltalán a vírus kinézete is kétséges, mert kiderült az is, hogy az a bizonyos vírus kép, az a koronavírus kép, az egy számítógépes program eredménye. Tehát nem mikroszkópon mutatták ki, hanem számítógépen csinálták magát a képet. És hogy ebben lehet valami, az is bizonyítja, hogy a 2012-es londoni olimpia megnyitóján már egy világjárvány jelképes bemutatása történt. És ott jelenik meg először ez a bizonyos koronavírus forma. Tehát előre megtervezett dologról lehet szó. Tehát, hogyha nincs vírus, amelyik betegséget okoz, akkor mi ellen készítenek vakcinát? Az is bebizonyosodott, hogy a kínai orvosok, ahonnan ez a állítólagos járvány elindult, nem csinálták végig ezzel a módszerrel a bizonyítási eljárást. Tehát ők azt jelentették tudomásom szerint a világ egészségügyi szervezetének, hogy most többszörös, tehát egy tömeges tüdőgyulladás járvány jelentkezett a wuhani kórházban. Most az, hogy tüdőgyulladásos tüneteket mutató megbetegedések történnek, ráadásul nem is olyan magas számban, de bizonyos számú megbetegedés valóban történt, az még nem bizonyítja azt, hogy itt valami fertőző betegségről van szó. Lehet ez egy mérgezés is. Mert gondoljuk el, hogy a középkorban, amikor a tengeri hajózás még fejletlen volt, és a hajók hónapokig bolyongtak a tengeren, anélkül, hogy ki tudtak volna kötni, ezeken a hajókon feljegyezték, hogy megjelent a skorbut betegség.
és ez a skorbut ugyanúgy jelent meg, ahogy itt állítólag Wuhanban ez a tüdőgyulladásos megbetegedés. Ott is tömegesen a hajósok közül a skorbut jeleit mutatták, tömeges volt a megbetegedés, a haláleset, no de nem vírus okozta, az sem, és nem baktérium, hanem a C-vitamin hiány. Tehát végig kell gondolnunk ezeket az eseteket, hogy kiszűrjük az igazságot a média félretájékoztatásaiból. Tehát ha vírus nincsen, akkor a vakcina mire való? Az újságcikkekkel kapcsolatban. Említettem, hogy bizony olyan újságcikkek is megjelennek, amelyek nem hitelesek. Tehát felröppentenek egy hírt, mert ugye a médiának a szenzáció a lényege, és utána kiderül, hogy az a hír hamis hír volt. De ez már nem tömeges tájékoztatás szolgáló hír lesz, ha ezt jóvá írják, tehát helyesbítik, hanem csak egy kisbetűs helyreigazítás valahol az újságnak a végén, amit az emberek talán meg se néznek. Tehát a kínai áljárvány híre így terjedt el az egész világon. És akkor most utalok ennek igazolására egy francia orvosnak a könyvére, ez pedig professzor Raoul, a Marseille Egyetem orvos professzora. Ő írta azt a könyvet, amiben ismerteti, hogy működik a sajtó egészségügyi kérdésekben. Professzor Raoulnak a könyvét itt láthatják a kis asztalon. Ebben a következőket írja a sajtóról. Ő szerette volna, hogyha a sajtó hiteles híreket közöl egészségügyi kérdésekben. Ezért ő átvette egy időre a helyi újság szerkesztését, amelyben az egészségügyi híreket közölték, és mindent alaposan átnézett és átgondolt. És az alatt az idő alatt az újságok hiteles híreket közöltek. És amikor már nem volt ideje átnézni alaposan, mert egyéb orvosi teendői ezt lehetetlenné tették, akkor rábízta a főszerkesztőre az újság cenzúrázását, vagy szakmai elbírálását a cikkeknek. És észrevette, hogy egy idő múlva ismét megjelentek azok a felületesen megfogalmazott nem igaz hírek, egészségügyi hírek, amelyek ellen ő annyit harcolt. És akkor kérdőre vonta az újságírókat. Az újságírók pedig úgy válaszoltak, hogy hát őket tulajdonképpen nem is az érdekli, hogy ők hitelesek legyenek, hanem mennél jobban fogjon az újság. Tehát a médiával kapcsolatban ezt kell megjegyeznünk, hogy nagyon sok a hamis hír, amire a nagy közönség rá se jön egy ideig, hogy az hamis hír volt, mert aztán valahogy megpróbálják kimagyarázni, ha véletlenül valaki kérdőre vonná az újságírót, de ha nagyon szorít az igazság kérdése, akkor legfőjebb egy helyesbítést tesznek közé. Tehát ez jellemző a médiára. A médiáról egyébként a múlt videóban említett Szabó László könyvek
a több könyvet említettem, mert több sorozata van, amelyben például az Emlékcsinálók sorozat, az most egy új könyvsorozat, amelyekben a média szerepéről alaposan elgondolkodtatja az olvasót, és sokoldalúan. És ezt mindannyiunknak el kellene olvasni, mert valóban meg tudjuk védeni magunkat a félretájékoztatástól, hogyha tudjuk, hogy hogy működik a média. A szenzáció az egy felületes módon közölt hír, ami nagy érdeklődésre tarthat számot. Tehát a média, amelyik a szenzációra épít, az mindig sokat téved, vagy sokat akar tévedni. Tehát ezt feltétlenül tudomásul kell vennünk. Az pedig, hogy a mai magyar közmédia milyen hazugságokat kiállt nap mint nap felénk, és milyen pánikot kelt arról, azt hiszem, hogy nem kell sokat beszélni. De ez az ő felelősségük, és én remélem, hogy egyszer felelősségre vonás lesz. Emberek életéért felelősek. Tehát arról beszéltünk, hogy az újságok híreit nem szabad 100%-osan elhinni, és hát főleg nem erről az áljárványról készített riportokat, hiszen a közmédia az a politika függvénye. Márpedig a politika az teljesen alá van rendelve a nemzetközi pénzvilágnak. Azt már dr. Pócs Alfréd is elmondta, hogy már 2017-ben a Világbank honlapján szerepel a COVID-19 név. Az pedig, hogy 2018-ban már a magyar állam PCR-teszteket vásárol, az is remélem, hogy mindenki előtt nyilvánvaló. De akkor most térjünk vissza arra, hogy egyáltalán milyen formában tudunk rájönni az igazságra, hogyha ez a hír, hogy a vírus senki nem izolálta, tehát ez ellen kifejlesztett vakcina nem lehet gyógyító, és nem lehet hatásos, akkor hogy tudjuk mi megállapítani, vagy mire figyeljünk a különböző tudományos cikkeknél? Mert ugye a média is azokra hivatkozik. A tudományos cikkek nagyon sok esetben áltudományosnak minősülnek. Először is, ahhoz, hogy valami tényleg hiteles legyen, annak a szakembernek az írása tudományos folyóiratban kell, hogy megjelenjen. A tudományos folyóirat az már egy bizonyos szűrő, hogy igazán nagy butaságokat nem lehet a cikkben írni. Tehát ami mondjuk egy sajtóban, napi sajtóban megjelenhet, az egy tudományos folyóiratban nyilvánvalóan nem. De nem csak ez a kritériuma a hitelességnek. A tudományos folyóiratok is a pénzvilág által fizetett folyóiratok. Tehát a pénzvilág beleszól abba, hogy mit jelenjen meg ott. De
feltételezzük, hogy egy valóban tudományos cikk megjelenik egy ilyen folyóiratban. Ez még mindig nem elég ahhoz, hogy elfogadható legyen. Ugyanis meg kell várni azokat a visszajelzéseket, orvosok visszajelzéseit a világ különböző tájáról, akiknek ez a feladata, hogy felülbírálják, igazolják a tudományos kutatásokat, tehát meg kell várni azokat a visszajelzéseket, amelyek igazolják abban a tudományos folyóiratban megjelent tudományos cikket. Ettől válik igazán hitelessé. És ez nagyon fontos, mert csak ilyen cikkekre lehetne hivatkozni, hiszen a mostani áljárványnál is vannak olyan cikkek, amelyek nem igazolhatók. Hát maga Raul professzor is elmondja, hogy elővette egy-két tudományos cikket, a cikkírót addig ő nem ismerte, és egyszerűen nem értette, hogy miről szól az a bizonyos cikk. Ő az orvos, ő a járványügyi szakember. Tehát megjelent az újságban, visszaigazolás nem történt, és kiderült, hogy az egy nem tudományosnak minősíthető írás volt. Tehát nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk, hogy ne vezethessenek félre. És akkor, ha nincs vírus, akkor mi a helyzet a PCR-tesztekkel? És itt is van egy jó hírem, amit szeretném, ha továbbadnának, és ez elterjedne mindenütt az országban. A PCR-tesztet Portugáliában betiltották. Azt már tudjuk, hogy maga az, aki kifejlesztette a PCR-tesztet, és most már sajnos halott, meghalt azelőtt, hogy felhasználták volna a járványüggyel kapcsolatban. Maga a feltaláló jelenti ki, hogy tömeges tesztelésre alkalmatlan, mert hamis eredményeket ad, mert manipulálható, mert a melegítési ciklusok változtatásával akár pozitív, akár negatív eredményt ki lehet vele mutatni. Nagyon kicsi, nagyon nagy a hiba százalék. Tehát a PCR tesztekre nem alapozható a fertőzöttség arányának megállapítása. És akkor most itt vagyunk a statisztikáknál, amelyek alapján a megszorító intézkedéseket hozták. A PCR tesztekkel úgy manipuláltak, hogy azok, akik pozitív eredményt mutattak, karanténba kerültek. Emiatt aztán nagyon sokan elvesztették az állásukat. Nagyon sokan kenyér nélkül maradtak. A PCR teszt eredményekre, ugye a fertőzöttségi eredményekre alapozták a bezárásokat. Az országok határainak lezárását. A PCR tesztekre alapozták azt, hogy ki kaphat orvosi ellátást. Tehát nagyon sok kárt okozott, olyan kárt okozott a társadalomban, amit azelőtt semmi más. Hogyha egy normális influenzának kezelik ezt az egész áljárványt, a COVID-19 járványt, akkor sokkal kevesebb lenne a halottak száma. Tehát a statisztikák hamisak. A statisztikák alapján tehát a különböző egészségügyi intézmények bezárása rengeteg egyéni tragédiát okozott, hiszen a krónikus betegek nem kapták meg a szükséges ellátást.
bocsássanak meg, hogyha olyanokat mondok, amelyek már sokszor elhangzottak, és hivatásos, tehát szakemberek által, de magát a folyamatot végig kell tekintenünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és meg tudjuk akadályozni azokat a terveket, amelyek most a fejünk fölött függnek, mint Damoklész kardja, amellyel ki akarják végezni az egész emberiséget. Tehát az, hogy a PCR-teszt nem alkalmas tömeges tesztelésre, és hogy emiatt a statisztikák hamisak, emiatt az egészségügyi ellátás csorbát szenvedett, és nagyon sok halálesetet okozott. Ezt szeretném azzal bizonyítani, mert magyar adatok, nem tudom, hogy egyáltalán vannak-e, hogy ezt a francia orvosok hogy rögzítették, mert ott léteznek ezek a statisztikák. Tehát az ellátás miatt megnőtt halálozási arányok a következők Franciaországban. A halálesetek százalékos emelkedését fogom felsorolni 6 hónap alatt. Tehát 6 hónap alatt a bizonyos betegségekben meghalt emberek számának a százalékos emelkedése a következő. A cukorbetegségnél 86%-os az emelkedése a halottak számának. A prostataráknál 53%-os 6 hónap alatt. Mellráknál 47%-kal többen haltak meg, mint egyéb időszakokban. Az emésztőrendszeri rákoknál 46%-kal többen haltak meg. A Parkinson-kornál 79%-kal többen haltak meg, mert nem kapták meg a folyamatos ellátást, egészségügyi ellátást. És ez mind azért következett be, mert a politikusok akár Nyugat-Európában, Franciaországban, akár nálunk, nem azokat az orvosokat hallgatták meg, tehát nem a betegekkel napi kontaktusban, kapcsolatban lévő orvosokat hallgatták meg, hanem azokat a kiemelt posztokat elfoglaló orvosokat, akik folyamatosan nincsenek kapcsolatban a betegekkel, nem tudják megítélni a valóságos helyzetet, hanem csak különböző számítógépes modellekre hallgatnak. Tehát ezek a modellek pedig a következők voltak, ugye egyetlen egy módszer van, csak a vakcinázás. Csak akkor tudunk megszabadulni a COVID-19 szörnyűséges járványtól, ha vakcinázunk. Nincs más, nincs gyógyszer. Azóta már kiderült, hogy igenis van gyógyszer, igenis a gyógyszer ismeretes volt már a kezdetektől fogva, és többféle gyógyszer van, amit alkalmazni lehetett volna. Például az ivermektin. Az ivermektinről maga Patrubány Miklós is, a Magyarok Világszövetségének elnöke is beszélt, mert őt ez gyógyította meg, egy súlyosabb influenza-féle megbetegedéstől, és ezt az ivermektint már kezdettől fogva ajánlották a francia orvosok, a francia egészségügyi miniszternek, Salomonnak. De mi történt ezzel az ajánlással? Azt hiszem, hogy erről már volt egyszer egy
egy rövid ismertetés, de csak azért kell megismételnem, hogy én mit tudok az ivermektin használatáról, mert ez példaértékű. Mi folyik a Nemzetközi Egészségügyi Intézetben, tehát a WHO-nál? Az ivermektinnel kapcsolatban tehát a következő történt. Bejelentették, tehát már nagyon-nagyon hamar az úgynevezett járvány kezdetén, bejelentették a WHO-nak, hogy az ivermektin nevű gyógyszer nagyon hatékony a kezelésben. Egyébként nem csak ez hatékony, hanem Raúl professzor, akit említettem, ő a hidroxiklorokint használta eredményesen, súlyos esetekben is. Tehát bejelentették a WHO-nak, hogy ezt lehetne használni. Ez egyébként egy állatgyógyászati gyógyszer, de embergyógyászatra is alkalmas. Ekkor a WHO megbízta az egyik angol orvost, Andrew Ill orvost, hogy tanulmányozza át a világ egész tudományos sajtóját az ivermektinről megjelent cikkek szempontjából, és készítsen jelentést. Ez az angol orvos el is készítette a jelentést, ami kedvező volt az ivermektinre nézve. Ekkor a francia egészségügyi miniszter Salomon, az előbb említett Salomon kapcsolatba lépett a WHO szervezet megbízottjával, és nyomást gyakoroltak az illető orvosra, az angol orvosra, hogy változtassa meg a tanulmány lényegét, azaz kedvezőtlenné tegye az ivermektin használatát. Kedvezőtlen hatásúnak állítsa be. Erről ügyvédi dokumentum van, tehát bizonyítható. Erről egy dr. Modrú nevű orvos számol be, akinek a nevét majd feltüntetjük a videó alján, hogy önök is utána nézhessenek. Tehát ez zajlik az egészségügyi világszervezetnél. Bárki befolyásolhatja, illetve politikus befolyásolhatja a világszervezet véleményét bizonyos gyógyítási eljárásokról. Tehát az ivermektinnel kapcsolatban ez történt, és az oltási igazolványról kellene még egy pár szót szólnom, mert itt most annak nézünk elébe, hogy kötelezővé akarják tenni az egészségügyi dolgozóknak az oltást, és a gyerekekről is szó van. A gyerekekről nagyon sokan elmondták már, hogy büntény beoltani őket egy olyan oltással, amelynek az összetétele ismeretlen, és amely kísérleti stádiumban van. De az, hogy az egészségügyi dolgozókat kötelezik erre, az bizony megint csak egy világbotrány. És az, hogy Franciaország, akinek a példáját általában én úgy veszem észre, a mi kormányunk is egy bizonyos idő után követi, Franciaországban pedig most a következő hét elejétől kötelezővé akarják tenni az oltási igazolványt. Ha önök valami hírt kapnak arról, hogy százezres tüntetések vannak a francia városokban és településeken, akkor az emiatt van. De erről úgy látszik, hogy a magyar média nem akar beszélni. Ennyire hiteles a tájékoztatás Magyarországon? Ezért valakinek majd felelnie kell. Tehát az oltási igazolvány Franciaországban
kötelezővé akarják tenni, és az, a francia orvosok szervezete, tehát az a Santé Libre szervezet, amelyik most alakult az egészségügyi diktatúra kivédésére, a következőt ajánlja, és én is ezt szeretném hangsúlyozni mindenkinek, aki kétségbe van esve, hogy kénytelen lesz, ha egyáltalán odáig eljutunk, ha kénytelen lesz felmondani, vagy elvesztíti a munkáját, hogy a remény az megvan, hogy erre nem kerülhet sor. Tehát a francia adásban virológusok beszélnek arról, hogy pontosan megmondom az adás címét is, hogy utána tudjon bárki nézni, aki netalántán a hiteltelen tájékoztatás bélyegét akarná rám sütni. Tehát az oltási igazolványról szól a Rádiószűk 2021. július 31. kiadása, ahol a Philippe de Veul nevű ügyvéd, ő volt egyébként a Sárga Mellényesek ügyvédje is, és a Strasbourgi Egyetem virológusa Philippe Poindron beszélnek az oltások kötelezővé tételé, illetve az oltási bizonyítvány kötelezővé tétele ellen. Milyen indokaik vannak? Először is az oltás kísérleti stádiumban van. Tehát ezt, ha valaki beadványt akar szerkeszteni saját érdekében, vagy a kollégái érdekében, mindenképpen fel kell tüntetni. Az oltások kísérleti stádiumban való felhasználása azt jelenti, hogy emberkísérletekre kényszerítik azt, aki nem akarja magát beoltatni. Tehát ha emberkísérletekre kényszerítik, akkor itt ez már ugye büntetőjogi kategória. A másik alapja a beadványnak az lehet, hogy ha valamilyen mellékhatás jelentkezik, akkor a felelősséget, ugye, mivel hogy a gyártócég nem felelős a saját gyártott anyagáért, ezért a felelősséget az államnak kell vállalni, aki kényszeríti az embereket a kötelező oltásra és az oltási könyv használatára. Ezt viszont az emberi jogok nyilatkozata már is semmissé teszi, mármint azt, hogy valakit kötelezni lehet oltásra, hiszen az emberi jogok nyilatkozatában le van szögezve, hogy mindenki a saját testével maga rendelkezik, és eldöntheti, hogy egy oltást be akar adatni, vagy nem akar beadatni. De ha az oltás kísérleti stádiumban van, és nem tudjuk, a kísérleti stádium az azt jelenti, hogy nem ismerjük a mellékhatásait, de hát az összetételét sem ismerjük. Nem tudjuk megmondani, hogy bizonyos idő múlva milyen hatásokat fejt ki a szervezetben, akkor az emberi jogok nyilatkozata ezt a kötelezvényt semmissé teszi. Felsorolnék még itt egy pár nemzetközi dokumentumot,
amire hivatkozni lehet a beadvány készítésekor. Egyrészt a Nürnbergi törvények. De ezek 1947-ből származnak. Ugye ezek arról szólnak, hogy az Auschwitz-i, tehát a munkatáborokban beadott oltások nem a beoltott személy közreműködésével történtek, tehát nem egyezhetett be, vagy tiltakozhatott a beoltott személy, mert a munkatáborban erre nem volt lehetőség. Ezért aztán az ott működő orvosokat a Nürnbergi perben, Auschwitz, ugye meg a többi munkatábor perében elítélték, azaz halálra ítélték. Mert emberkísérletnek minősítették az ott folyó oltási programokat. Tehát a feljelentésekben a Nürnbergi törvényekre lehet hivatkozni. Aztán van az 1948-as emberi jogok nyilatkozata. Ezek mind fent vannak az interneten és az ENSZ honlapján megtalálhatók. Van ezen kívül a Genfi nyilatkozat, amelyik 1948. szeptemberében született, ez az orvosi esküre vonatkozik. Tehát maguk az orvosok is, akik nem értenek ezzel egyet, hivatkozhatnak jogerős nemzetközi iratokra, amelyekkel ki tudják védeni azt, hogy ők részt vegyenek ebben a programban. Aztán itt van az Európai Jogok, az Emberi Jogok Európai Konvenciója, amelyik 1950. november 4-én született meg, ami ugyancsak rögzíti ezeket a jogokat, valamint a Helsinki nyilatkozat, és az Orvosok Világszövetségének nyilatkozata, ami 1964. júniusában született. Mert a Nürnbergi törvényeknél a következőt kell megjegyezni, és nagyon-nagyon hangsúlyozni. Arról szólnak ezek a törvények, hogy az, akit oltásra akarnak kötelezni, vagy be akarnak oltani, egy kísérleti stádiumban lévő oltóanyaggal, az emberkísérlet alanya, tehát emberkísérletben vesz részt. De ehhez neki tudatosan hozzá kell járulni. Mit jelent az, hogy tudatosan járul hozzá? Tehát beleegyezik abba, hogy a vakcina a szervezetébe kerüljön. Tudnia kell, hogy milyen anyagokat juttatnak a szervezetébe. Ezek az anyagok milyen mellékhatásokat okozhatnak a szervezetében, azaz azok az anyagok, amelyek állítólag valamilyen betegségtől őt megvédik, meddig hatékonyak. Tehát meddig védik meg a betegségtől. Mert hogyha csak egy hónapig védik meg, és utána újra kell oltani, ami nagyon úgy néz ki, hogy a különböző beharangozott variánsoknál majd a helyzetet bonyolítja, akkor valószínűleg nagyon sokan nem adatnák be. Tehát tudnia kell, hogy milyen mellékhatásokat okoz az oltás rövid és hosszú távon. Tehát azok, akik most be vannak oltva, nem tudom, hogy mennyire voltak ezekkel a dolgokkal tisztában. Ki volt az, melyik orvos volt az, amelyik leült velük, és elmagyarázta, hogy milyen oltást kapnak, meddig hatékony az az oltás, mire számítson a beoltott ember,
mert annak a beoltott embernek, hogyha oda tesznek elé egy nyilatkozatot, hogy hozzájárul, annak kérdései is lehetnek. Tehát azokra a kérdésekre nem kap választ a nyilatkozatban. Tehát minden beoltásra jelentkezőnek részt kellett volna venni egy olyan beszélgetésben, amiben a kérdéseire válaszolnak, amiben ezek a dolgok tisztán, világosan, érthetően, az ő szintjén, tehát nem tudományos szakzsargonban meg vannak magyarázva, és azzal is tisztában kellene lennie, hogyha mégis mellékhatások jelentkeznek, akkor azért kifelelős. Mert Nyugat-Európában már tudunk olyan perekről, ahol bizony már kártérítést, nagy összegű kártérítést kell fizetnie az államnak azok részére, akik bizonyíthatóan az oltás miatt lettek betegek. Tehát a kötelező oltással kapcsolatban az, hogy valaki egy ember kísérletben vesz részt, az annak önkéntesnek kell lenni. Ha kötelezővé akarják tenni az oltás felvételét az egészségügyi dolgozóknak, akkor az már nem azt jelenti, hogy önkéntesen jelentkezik. Tehát az állam jogot sért, és ez már bizony büntetőjogi kategória, ahogy az előbb említettem. A magyar helyzetre visszatérve, bizony egy kicsit elkeserítő, amit tapasztalunk. Ugyanis amíg Nyugat-Európában százezres tüntetések vannak, addig Magyarországon egy-egy ilyen tüntetésnél 100-150 embernél több nem gyűlik össze. Nagyon ritka volt, talán egy kezemen megszámolhatom az a tüntetés sorozat, amelyen ennél többen vettek részt. De miért ez a helyzet? Azért, mert a magyarokat elzárják az információtól. A magyar média, a közmédia is olyan kezekben van, amelyek nem a magyar nép érdekeit szolgálják. Már maga az, hogy szóba kerülhet a kötelező oltás, már maga az felháborító, de ebben nem csak a magyar kormány hibás, hanem minden kormány, 198 kormány, amelyik annak idején, amikor ezeket a járványokat már előkészítették különböző nemzetközi pénzügyi körök, amikor ezek a pénzügyi körök ezt előkészítették, és a WHO-t, amit ők finanszíroznak, erre kényszerítették, és olyan emberekkel kényszerítették, olyan vezetőkkel, akik tulajdonképpen nem szakemberek, hanem csak orvos politikusoknak nevezhetjük egyikét, másikát, mert nagyon sokan közülük, a vezetők közül nem is orvos, nem is egészségügyi végzettségű. Tehát azok a kormányok a felelősek, akik aláírták azokat a dokumentumokat, amelyekben, WHO dokumentumokat, amelyekben kötelezik magukat a majd bekövetkező
járvány, világjárvány idején ezeknek az intézkedéseknek, amiket most megélünk, a meghozatalára. És akkor meg kell mondanom, meg kell neveznem azt a hibát, amit a magyar nép is elkövet. Itt nagyon nehezen fogalmazom, mert információ hiányában ugye hogy is ne követné el, ha félre van vezetve. Tehát amit az ellenállók, tehát akik már tisztán látják a helyzetet, egy hibát elkövetnek, azt én a következőkben fogalmaznám meg. Nyugat-Európában miért tudnak több százezres tüntetéseket szervezni? Azért, mert egy célt követnek, egy célt akarnak elérni, azt, hogy az egészségügyi diktatúrát megszüntessék. És nem több célt céloznak meg. Magyarországon pedig, amikor egy tüntetést zajlik, akkor rögtön előhoznak más célokat is. Az, hogy az alkotmányt, az alaptörvényt meg kell változtatni, azt, hogy tulajdonképpen hát itt vallási különbségek is vannak, hogy tulajdonképpen Magyarország, meg a kereszténység, meg a magyar nép eredete az valami egészen különleges történetet és viselkedésmódot ír elő a mi számunkra, mint amit a többi nép számára. Ez az a nagy hiba. Ez az árukapcsolás, ami lehetetlenné teszi, hogy itt egy nagyszámú tüntetés megtörténjen. Itt nem az alaptörvényről kell beszélni, mert az, hogy milyen alkotmány alapján vezetnek be egy egészségügyi diktatúrát, az nem a mi alaptörvényünktől függ, és nem a francia alkotmánytól, hanem attól, hogy kinek a kezébe van a fegyveres hatalom. Márpedig, hogyha a fegyveres testületet is kötelezően végig akarják oltatni, mert erről is szó van Nyugat-Európában, akkor azok a katonák, rendőrök fel fognak ébredni, hogy ez nem az ő világuk, és azoknak van igaza, akik tüntetnek. De ez csak akkor fog sikerülni, hogyha tömeg fog tiltakozni a kötelező oltás és a kötelező oltási igazolvány ellen. Erről kell beszélni minden összejövetelen, és úgy irányítani a dolgokat, hogy ne vallási vagy alkotmányjogi kérdések kerüljenek nyilvánosságra, hanem egyedül az, hogy meg kell akadályozni a politikai hatalmat abban, hogy szeptembertől ismét lezárják az országot. A politikai hatalom arra hivatkozik, hogy ők az egészségügyi szakemberek tanácsait követik. Hozzák nyilvánosságra azokat a neveket és azokat a tanulmányokat, azokat a vitákat, amelyekben az egészségügyi szakemberek megindokolják a lezárásokat és a megszorításokat. Mert azoknak az úgynevezett egészségügyi szakembereknek az lenne a feladata,
hogy nap mint nap figyelemmel kísérjék a világon a járvánnyal kapcsolatban folyó pereket, tudományos eredményeket, és ennek alapján adjanak tanácsot a politikusoknak. Mert most nem ez történik. A politikusok döntenek egészségügyi ügyekben. Tehát ez elfogadhatatlan. És olyan szakembereket alkalmazzanak, akik nem politikus orvosok, hanem akik valóban értenek a szakmához, és nem elkötelezettek. Mert Magyarországon sajnos az anyagiak is nagyon belejátszanak abba, hogy a bizonyos magas posztokat betöltők hogy döntenek. Rendezzenek nyilvános vitát a kötelező oltás, illetve az oltás ellenző és az oltás támogató orvosok között nyilvános vitát, nemzetközi vitát, amire azt hiszem, hogy a Magyarok Világszövetsége már készül is. És azután döntsön a politikus, és a politikus ellenőrizhető döntést hozzon. Ezt szerettem volna mondani, és remélem, hogy valami segítséget adtam annak a kedves kis ismerősnek ott Szeged környékén, aki teljesen kétségbeesve most attól fél, hogy mivel nem akarja magát oltani, elveszíti a munkáját, és éhhalálra ítéltetik. Kérem, segítsük egymást. Köszönöm.